Zseni vagy, vagyis varázsló, ezt mondta most az előbb Pakman Petra. Mert nem gondoltam volna, mert nézzék meg, kész van. Nem tudom, látták-e az iménti állapotot, hogy hogy volt. Még nem volt benne. Tehát ez egy olyan csapatmunka volt, hogy egy emberként szurkolt mindenki, és egy emberként segített mindenki. A gyomrunk, nem. Mert hogy éhesek. A te vágásod. A mozzarella, köszönhetünk mindent, egyértelmű. Egyetem. És még rotyog, még annyira finom. Szerintem a tészta is tökéletes. Szerintem szóval tökéletes. Szóval akkor ez igen. Nálhatunk-e, amikor mit hozzak? Hogy mondjam, egy ilyen átverős lazanya. Nem, minden itt van, igen. Itt van. Átverős lazanya, aki nem tudja. Aki nem tudja mondani. Annak. Nagyjából ilyet kaptak azok is, akik Gábor által ettek ebben, ugye a színházban. Igen, igen. Nem, igazad van, ez nagyon... Inkább egy picit, ha késsel, hogyha elősegíted, akkor lehet, hogy egyszerűbb. Akik most kapcsolódnak be, azoknak csak tisztába tennénk a dolgot, miközben tényleg Isten ilyen néz ki, és Anikó vágja kockákra, hogy... Milyen alapanyagokat tartalmaz? Hogy milyen alapanyagok vannak benne, pontosabban, hogy mindjárt láthatják, talán itt a tetején már igen, hogy van benne hús, ami mégsem hús. Ami mégsem hús, ami zöldségből és szójából. Zöldségből és szójából egy teljesen hússzerű anyag van benne, amivel, ugye, ahogy beszéltük, ugyanúgy kell dolgozni, ahogy teljesen ugyanúgy, ugyanúgy kell fűszerezni, sőt, egy kicsit még többet, tehát még de intenzívebb. De állagában, meg a kormány munkában ugyanazt hozza. Abszolút, abszolút. Anikó, te vegetáriánus vagy, ugye? Igen. Közel 20 éve. Azon felül, hogy azt mondtad, hogy a vegetáriánusság mint olyan hozzátesz ahhoz, hogy a bőröd szép, hogy jobban érzed magad, hogy jobb a közérzeted, hogy nem csak fizikailag, de mentálisan is sokkal jobban érzed magad. Igen. Ugye csak, még... bocs, húzzuk ide felé, és könnyebben. Nyugodtan, hozzám az egészet húz közelem. Nem csak mit teszel még azért a mindennapokban, hogy ezt a tökéletes mentális, fizikális, gyakorlati... Igen. Én nagyon sokszor, igen, hát egyrészt mondjuk tényleg egészségesen étkezem, de amellett... Közben szedjük is ki, hogy a kamerának igen, meg tudjuk mutatni. Egészségesen étkezem, de nem feledkezem meg a testmozgásról. Ez mit jelent? Hát én tulajdonképpen heti 2-3 alkalommal speed fitnessre járok. Hoppá. Mégpedig... Azért mondom a nevét, mert nem reklám, mert ismert. A Tápai Szabinának a húga, a Tápai Andinak van egy fantasztikus gymje, és nem a gép a lényeg, hanem az edző a lényeg. Uh-huh. Tehát az edző a fontos. Vivi, egy villát kapható? Persze, parancsol. És... De a sport mint olyan szerves része volt mindig az életednek? Abszolút, tehát ameddig a speed fitness nem fedeztem fel, addig edzőterembe jártam, hogyne persze. Tehát soha nem akartad ezt megúszni? Nem. Nehéz rávenni magadat, hogy elmegy? Nehéz abba hagyni. Tényleg? Tehát hiányzik. Végre hallok egy ilyen példát, és bocsánat, elveszem ezt az illát. Mondjuk az volt az érdekes, hogy amit mondtál, hogy azáltal, hogy ezt az életmódot folytatod, bármilyen furán is hangzik, életmódot folytat az ember, hogy sokkal frissebb vagy, a fejedben is, az én úgy érzem, a gondolkodásodban. Igen, én úgy érzem, hogy egyrészt úgy érzem, hogy tisztább vagyok, tehát nem érzem soha telítve magamat, meg elkészült, jó? Várj egy picit, mert... Még forró. Tényleg, nem az a baj, mert hogy semmi baj nincs, hanem tényleg olyan, mintha húst tennék. Teljes mértékben. Isteni az íze. Igen, ugye? És nagyon jó, mondjuk én a lezenyébe azt szeretem, hogy a délutára lesz tökéletes, tudod, amikor összeértek kicsit, egyszer rámelegítek, és akkor a legjobb. Akkor, amikor megmarad az ortalapok között. Picit hegyeserős is, jól van az íze egy picit össze. Igen? Meg, igen, jó, egy picit. Pedig itt nehéz volt összpontosítanom. Nagyon finom. Igen. Mikor főzöl általában, mikor van rá időd? Hát... Ilyen 2-4-ig. Egyébként nem vagy messze tőle. Komolyan? Késő este, igen. Igen. Van még energia, figyelj, mondjuk igen. Fordított életmódot élek. 40 éve voltam színpadon, gyakorlatilag 9 és 12 között. Tehát 40 éven keresztül. Az egész bioritmusom átállt arra, hogy én fordítva élek. Tehát én 9 előtt nem tudok felkelni. Általában 10-kor kezdem az életet. Köszönjük, hogy most igen, külön köszönjük, hogy kivételtettél, és a programaimat azt általában déltől indítom, tehát általában minden megbeszélés. Mikor mész aludni? Hát olyan éjszaka 1 és 2 között, igen. De jó Isten, igen. Tessék, akkor most megvan a titok, éjszaka 1 és 2 között kell menni aludni, és nem kell enni húst. Mert hogy az alvászavarról is beszéltünk egyébként korábban. Abszolút, igen. Nem veled kapcsolatban. Megfejtettük ma minden kardinális kérdést, ami a világot mozgatja. Jó van, köszönjük szépen, Isteni, kóstolunk meg, és jövünk vissza. Jó, oké. Okay.